Fanyar eredeti és a groteszk másolat. Ezt a figyelemfelkeltő címet kapta az Opera január 20-i zenekari hangversenye. Hogy miért, arról Stefan Soltész, a zenekarral évek óta rendszeresen együtt dolgozó nemzetközi hírű karmester mesél. The first part of the concert show as a really as a classic symphony by Joseph Haydn and imitation by Prokofiev. The second part is clarinet concert by Weber and the end of the concert is a very famous piece by Paul Hindemith. It is the name is Symphonic Metamorphosen about themes by Weber. So we have a dramaturg, also concept in this program. Koncertmester szerint Prokofiev első D-dur szimfóniája tartogatja a legnagyobb megmérettetést a zenekarnak. De maga az alkalom is kivételes a számukra. Opera zenekar lévén ugye nekünk mindig egy nagyon különleges feladat, amikor szimfonikus koncertet játszunk. Az árok után a színpad mindig egy nagy felüdülés és egy kihívás, és főleg egy ilyen nagyon virtuóz programmal, amivel ma készülünk, ami mind a zenekar számára és a szólisták számára is nagyon nagy technikai felkészültséget igényel. Elsőként Haydn B-dur szimfónia koncertantéjében csillogtathatták meg tudásukat a szólisták, méghozzá Soltész Ágnes, Pólus László, Rácz Ottó és Kovács Zoltán személyében, rendhagyó módon négyen is. Ráadásul két vonós és két fafúvó szólista, ugye hegedű, cselló, oboha és fagott. Úgyhogy ez egy különleges hangszerösszeállítás, és nem egy szokványos versenymű, hiszen nem egy hangszer van szembeállítva a zenekarral, hanem lényegében egy kamara együttes. Az utóbbi évek egyik örömteli eseménye, hogy szóló feladatot kaphatnak a zenekari muzsikusok is. Mindig egy izgalmas feladat és más típusú felkészülést igényel, de nagyon jótékony hatással van a zenekari munkára ezután. És egyébként kiemelném még, hogy úgy érezzük, hogy egy erős közösségformáló ereje is van. Weber F-moll klarinét versenyében a szóló lehetősége az évad kamara művészének választott Kis Sándornak adatott meg. Azért más feladat ez, mint a zenekarban szólistaként ülni, mert itt a saját akarat érvényesül, illetve a saját zenei elképzelés is, ez nagyon jó érzés. A hangversenyt záró grandiózus Hindemith művet ritkán hallhatja a közönség. I'm very happy also with the program, and I'm very happy also with the orchestra and how they play and how interested they are to play this music, what is not so very often played. Az est végén nem csak a nézőtér ünnepelte a művészeket. A színfalak mögött hosszú sorokban állva gratuláltak a kollégák a szólisták teljesítményéhez.